Nagyon nagy tisztelettel, szeretettel köszöntöm a televízió nézőket. 30 éves lett a Székesfehérvári Krízis Kezelő Központ. Igen, igen, ez egy ilyen különleges műsor, különleges adás. Talán a nem megszokott formában, hiszen én jó magam, viszonylag ritkán ülök be ebbe a műsorba műsorvezetőnek. Mégis az az alkalom jött el, az a pillanat jött el, amikor a Vörösmarty Rádióban futó magazin műsorunkat megpróbáljuk egy kicsit televíziós formában is közel hozni most jelen formában a televízió nézőkhöz. És hogyha velünk vannak a tévé, illetőleg a rádió készülőikek mellett, akkor nagyon remélem, hogy tudják már, Krízis Helyzet című magazin műsorunkban jellemzően Zsapka Attilával beszélgetünk, aki most is itt van, hiszen szakmai vezetője ennek a műsorsorozatnak a rádióban, és most állandó vendége lesz szinte végig ennek a mai beszélgetés sorozatnak is. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek, szervusz! Szia, üdvözlöm a nézőket én is! Nem tudom, mondhatom azt, hogy boldog születésnapot kívánok az intézménynek? Szerintem mindenképpen. Biztos, hogy vannak ilyen fura érzések az emberben, hogy egy hajléktalan intézménynél most mit lehet ünnepelni, de azt gondolom, hogy egy működő, jó szolgáltatásokat nyújtó intézmény esetében szerintem van jogunk, meg érdemes ünnepelni, és az ünnepléssel együtt visszatekinteni, illetve előre is, hogy mi az, amit még lehet, mert kell változtatni. Az előbb a kis felvezető monológban próbáltam utalni rá, hogy a Vörösmarty Rádióban megy egy műsorsorozatunk. Nagyon-nagyon sok mindennel foglalkoztunk már. Végtelen mennyiségű témát előhoztunk már, hidegtől kezdve ünnepi alkalmakon keresztül, és a legutóbbi két adásban pedig arról beszélgettünk, hogy hát készülünk erre a 30 éves jubileumra, és ezekben a műsorokban nagyjából 10-15 percnyi időnk van, hogy beszélgessünk legutóbb a 30 évről. Hát nyilván, mint ahogy abban a műsorban most sem nagyon lesz lehetőségünk, hogy A-tól Z-ig minden a 30 év alatt történt eseményt megbeszéljük, de arra talán kitérhetek, hogy te 28 éve szolgálsz ebben az intézményrendszerben, ugye? Így van, 94. október 8-án kerültem az intézménybe, akkor még ilyen szociális munkásként, még közhasznú munkásként vett fel az akkori intézményvezető, úgyhogy az egy nagyon régen történt már, de úgy visszagondoltam én is, hogy Jézusom, 28 éve itt dolgozom, azért ezt nehéz így felfogni, hogy mennyi minden történt, de hát vállaltam, meg már gyakorlatilag ragaszkodtam hozzá egy idő után, hogy akkor csináljunk valami jót, vagy változtassunk, újítsunk. Ehhez persze kellettek a kollégák, természetesen a fenntartó is, aki ebben partner volt. A fenntartó pedig Székesfehérvár város önkormányzata, azért ezt tudjuk, illetőleg az is nagyon-nagyon fontos, hogy ha már a kollégákat említetted, hogy ez a beszélgetés annyiban lesz más mindenképpen, mint a rádiós beszélgetések, hogy hát jelen formában egy TV stúdióban ülünk, illetve hoztál magaddal egy egész nagy csapatot, hiszen itt van a központ nagyon sok munkatársa velünk, úgyhogy velük is fogunk beszélgetni. De készült Kovács Szilvi kolléganőnk jóvoltából néhány bejátszó, úgymond videóanyag összeállítás. Hát a munkátokról, arról, amit ti tesztek, amit ti cselekedtek, amivel foglalkoztok, és az intézmények bemutatásáról. Úgyhogy a kedves televízió nézőknek mondom, hogy most egy bejátszóval megyünk tovább, és utána pedig meglepetésszerűen egy kis helycserés támadással újabb vendégeket köszöntök, hogy maradjanak velünk ebben az izgalmas beszélgetés sorozatban, és ünnepeljük, hogyha szabad így az intézményvezető felhatalmazott rá, ünnepeljük együtt a Krízis Központ 30 évét. Ahol itt állunk, ez a nappali szolgáltatott centrum épülete, objektum, több szolgáltatást található itt. Tehát a nappali centrum az egy nappali ellátást biztosít reggel 8-tól este 6-ig, tehát mindenféle olyan szolgáltatást biztosítani tudunk a hajléktalanoknak, mint a nappali melegedőben a Sörháztér 3 szám alatt lehet zuhanyozni, mosni, itt lehet számítógépezni, e-mailezni, önéletrajzokat szerkeszteni, könyvtárunk van, foglalkoztató termünk, tehát elég sokrétű lehetőséget adunk a hajléktalanoknak. De ezen a telephelyen van egy csomagmegőrző szolgáltatás, a Sörháztér 7 szám alatt. Itt van adományraktár is, tehát hogyha valakinek ruhaneműre van szüksége, akkor a szervezett adománygyűjtéseinkből adunk az embereknek, hát amire szükségük van. Illetve az utcai szolgálatnak itt van egy irodája, ahol a hajléktalanokat hétfő, szerda és péntekenként 8-tól délig tudjuk fogadni, tehát az utcai hajléktalanokat, akik tudnak itt fürödni, ügyet intézni, mert az egyéb más telephelyekről nem szívesen mennek be, itt az utcai szolgálat munkatársai segítik.
Úgyhogy a szomszédos telephelyen pedig a Sörháztér 3 szám, ugye központi telephely található. Itt gyakorlatilag itt összpontosul a legnagyobb munka, ezt így mondhatom, és nem sértem meg, remélem, a többi telephely kollégáit. Itt van egy információs szolgálat, ahol az emberekkel találkozunk, akik valamilyen segítséget kérnek. Itt van egy 36 férőhelyes férfiak számára biztosított éjjeli menedékhely. Este 6-tól reggel 8-ig van nyitva, tehát 14 órát működik. Itt ez egy lemosható műbörös szivacsokon helyezzük el az embereket. Van egy 41 férőhelyes átmeneti szállás szintén férfiaknak. Itt már jobb viszonyt kötünk az emberekkel, dolgoznak, vagy nyugdíjszerű ellátásból élnek, illetve fizetik a szállódíjat, tehát van rendszeres jövedelmük. Van egy nappali melegedő, ami 50 férőhelyes, tehát ez a nappali tartózkodás biztosítja, hasonlóan, mint a nappali centrum. Van egy szociális és népkonyha, ahol egy tál ételt biztosítunk azoknak, akiknek ez lehetőség, hogy illetve talán ez az egyetlen lehetőség, hogy valamit tegyenek az adott napon. Úgyhogy a menhelyeseknek, utcásoknak ezt ingyen biztosítjuk, a szállósok, ha kérik, akkor fizetnek ezért az egy tál ételért napi szinten. 2000-es évek elejétől működtetjük a teajáratot. Hát most sajnos a Covid miatt ugye ritkítottuk a teajárat napjait, tehát ez hétfő, szerda, pénteket jelent már egy ideje. Este 6-tól indul, és kb. Olyan 3-8 fele végeznek az utcai szociális munkások, ők mennek ki az autóval, és viszik ki, ha jól tudom, bár ez folyamatosan változik szükség szerint, 13 helyszínre, ahol a Fehérvár különböző pontjain megállnak, ahol több ember összpontosul, már utcai, ugye az utcára berendezkedett emberekről beszélünk, és ott kiosztják a teát. Most gyakorlatilag november 1-től március 31-ig melegételt viszünk ezeken a napokon, tehát vásárolt élelmiszer is, ez nagyon jó, hát mindig jobb, mint egy szendvics, meg egy tea, de teát mindenképpen viszünk. Időnként osztanak konzerveket is, hát ugye azt félre lehet tenni, azért az bármikor jó. Úgyhogy néha gyertyákat osztunk, takarókat, ugye télen több száz takaró elfogy. Elsősorban azok kérik ezt, akik ilyen bizonytalan, kevésbé védett helyen élik az életük az utcán, és azért nagy érték, tehát az elhasználódik, sáros, vizes lesz, tehát folyamatosan osztani kell. Úgyhogy néha alapvető gyógyszerek, fájdalomcsillapító, lázcsillapítóra is szükség van. Úgyhogy ezt november 1-től március 31-ig működtetjük. Hát ahogy a hideg véget ér, gyakorlatilag az emberek is már kevésbé jönnek ki a teajáratra, tehát ezt befejezzük, de tovább segítjük az embereket, de akkor már inkább célzottan keresünk föl különböző helyszínen élő utcán embereket, hogy mire van szükségük, vagy miben segíthetünk. És itt a stúdióban pedig már helycsere, és újabb beszélgető partnereket köszöntök. Először is Martinovszky Katalint, szervusz, köszöntelek szeretettel, és Turbucz Bélát, szintén a Kríziskezelő Központ munkatársai vagytok. Tehát az előbb láthattunk egy bejátszót, illetve amikor beültetek ebbe a két nagyon kényelmes fotelbe, akkor arról beszélgettünk, hogy a Béla esetében szóba került, és mondtad is egyből, hogy utca. Mondtam, hogy nagy téma, kemény Igen. téma. De akkor engedd meg, hogy először is Kati felé forduljak, és egy kicsit kérdezzem őt erről a nappali szolgáltató centrumról, hiszen én azt hiszem, hogy egy hajléktalan ember életében az egy nagyon-nagyon fontos pont, hogy legyen egy bázis, ahová, ha bármi történik, ha bármi gond van, ha problémája van, ha fázik, akkor be tud menni, és ott tud lenni óvóvigyázó szemetek előtt. Jól gondolom én ezt, hogy élnek ezzel a hajléktalanok? Igen, nagyon népszerű szolgáltatás, amit tudunk biztosítani a nappali szolgáltató centrumban, ami a Sörháztér 7 szám alatt működik. Az intézményben két nagy foglalkoztatóterem van, egy könyvtár, számítógépes oktatóterem várja az ide betérő ellátottakat. A centrumhoz tartozik még csomagmegőrző, és az utcai szolgálattal is nagyon jó kapcsolatot működtetünk. Uh-huh. Az ő klientúrájukból is nagyon sok hajléktalan látogat el ide, fürdési, mosási lehetőséget tudunk számukra biztosítani. Uh-huh. Azt hogy képzeljük el, vagy azt hogy kell egy nem feltétlen a szakmát átlátó embernek elképzelni, hogy mondjuk az utcásokkal egyfajta kapcsolatban vagytok, tehát napi telefonkapcsolat, mit tudom én, hív a Béla, hogy Kati, itt vagy ott, látunk egy embert, szükség lenne, fogadjátok be, vagy ezt hogy képzeljük el, hiszen ezek nagyon érdekes és olyan témák, amikről hát azt hiszem, hogy itt Székesfehérváron nagyon sokan nem tudnak. Tehát ez milyen típusú kapcsolat?
Tulajdonképpen ez tehát hivatalos ügyek intézésében segítünk az ide betérőknek. Uh-huh. Ez... Hát ez egyrészt kollegális kapcsolat, aha, másrészt ugye közel vagyunk egymáshoz, ismerjük az embereket, tudjuk, hogy milyen szolgáltatás, és nyilván oda irányítjuk az embereket, aki amilyen szolgáltatást szeretne igénybe venni, ki éppen miben járatosabb. Én mondjuk szívesen belástam magam régebben a nyugdíj ellátásokba, vagy egyéb ellátásokba, akkor nyilván akkor ezt közösen megbeszéljük, akkor hogy ki, akkor a másik másba jobb. Tehát ez egy ilyen kölcsönös oda-vissza segítés. Nekünk is segítenünk kell egymást, hogy minél jobban tudjuk segíteni a hajléktalant. Béla, azt mondtam neked, és ezt továbbra is fenntartom. Egyébként a rádiós magazin műsor sorozatban sokat beszélgettünk az utca kérdéséről, hogy az utca egy nagyon-nagyon nehéz terep. Amikor már valaki az utcáról bekerül hozzátok így a nappali melegetőbe, az már szerintem egy mondhatni jobb állapot, vagy most én nagyon furcsán és talán egy kicsit bután is fogalmazom, de az már a lépcsőfokok egyike lehet. Az azt jelenti, hogy igényel szolgáltatást. Hogy igényel szolgáltatást. Tehát ugyanúgy ki van az utcán, bizonyos szolgáltatásokra bejön, hogy melyik azt ő eldönti. Aha. Nyilván nem mindegy, hogy ki hogy segít közülünk sem, mert ha igazából érdemben kap segítséget, nyilván az fogja igénybe venni. Hát beszéltek az utcáról akkor? Beszéljünk az utcáról, nagyon fontos téma. Hát 22, utána visszamegyünk a nappaliba. 22 éve lesz augusztusban, hogy van utcai szolgálat igazából. A 30 évből tehát kétharmad részben egyedül kezdtem el annak idején. Most már két szolgálat négy fővel dolgozunk. Igazából a legnehezebb az volt, hogy 10 évig nem volt. Uh-huh. Ugye azért a 80-as évek második felében már voltak hajléktalanok, tehát kicsit 15 évet is mondhatnék, és akkor feltollódott az utcán igazából a kint élők száma, és mit tudom én, ha szem pár hónap alatt egyből 100 főt sikerült regisztrálni, és ez a szám elég gyorsan elérte 2002 tavaszára már a 200-at is. Uh-huh. És akkor az első 10 évünkben gyakorlatilag majdnem megközelítettük a 200 főt. Uh-huh. És utána a 200 fő a szép lassan most már visszacsökkent 100-ra. Tehát 20 év után elmondhatjuk, hogy volt egy ilyen felemelkedés, aztán most egy csökkenés, aminek nyilván az az oka, hogy egyszerűen az utcát nem lehet fizikailag bírni. Tehát 15-20 év alatt meghal az ember. Uh-huh. A másik... És ez nem túl traumatizált mondat, ugye? Tehát egyszerűen ez a helyzet. Havonta meghal egy emberünk. Havonta meghal egy emberünk, tehát ebbe ez a nagyon nehéz. 13-14 fő egy évben. Mondjuk tavaly csak 8. És azért, hogy magunkról is beszéljek egy picit, mert ez is nagyon fontos, hogy a pályázataink az elmúlt 10 évben azért nagyon, főleg az utolsó FAP-os pályázat nagyon jól sikerült, tehát ott 30 főből 3 fő esett vissza az utcára. Uh-huh. Ez egy rendkívül ilyen jó eredmény, és abból a 3-ból is egy menhelyes lett, egy Budapesten van, egy van az utcán. Tehát ez azt jelentett, hogy egy ilyen, mintha megmásztunk volna egy hegyet, tehát hogy az elmúlt hát 30 év arról szól, hogy 10 évig nem volt utcai munka, utána nekiláttunk, és most szép lassan csökken. Most körülbelül olyan 100 fő, plusz-minusz 10 fő van. Úgyhogy egy kicsit a fedél nélkülek nincsenek sajnos. Tehát ők nagyon lecsökkentek 14-15 főre. Kati, hadd forduljak egy kicsit feléd. Azt hallottuk a bejátszóba is, hogy több szolgáltatást is nyújt ugye, a nappali melegedő. Tehát van arra lehetőség, hogy ideiglenesen ott tartózkodni, és van egy úgynevezett fizetős rendszer is, ugye? Tehát, hogyha valaki tudja fizetni az ottani szolgáltatásokat, akkor van arra mód, hogy hát, ha nem is szállodai körülmények is rendszer módján, vagy eszerint, de van arra lehetőség, hogy állandó pontként ott éljen. Igen, az átmeneti szálló, ami 41 férőhelyen működik, teljes körű ellátást biztosít azoknak, akik Székesfehérvár közigazgatási területén élnek, rendszeres jövedelemmel rendelkeznek, és más módon nem tudják megoldani a lakhatásukat. Uh-huh. Itt igénybe tudnak venni még a Sörháztér 3 szám alatti telepelyen szociális étkezést, van népkonyhánk, és nappali melegedőnk, ami 50 férőhelyen működik, valamint az éjjeli menedékhely, aha, aminek igénybevételi önkéntes, 36 férőhelyen. Aha, aha.
Ókor-ókor ide is, oda is fogok kérdezni. Béla, a Zsakka Attilával, akit az előbb már láthatunk, illetve folyton utalok rá a rádiós műsorunk kapcsán, beszélgettünk arról, hogy független attól, hogy van egy ilyen remek szolgáltatás, amiről Kati beszélt. Tehát ezt a remek szolgáltatást, ezt tényleg szívből jövő és minden tekintetben nagy tisztelettel kell, hogy kimondjuk. De mindezek ellenére fölmerül egy állapot, hogy nem mindig akarnak bemenni az utcáról az emberek ebbe a nappali melegedőbe. Vagy nappali foglalkoztatóba, hogy ennek van valami egyértelmű, világosan látható oka? Én ezt a személyiségbe látom. Tehát egyszerűen vannak emberek, nagyon zsúfoltan vagyunk, azért azt hozzá kell tenni, hogy ez a sokféle szolgáltatás egy családi háznyi, udvarnyi területen zajlik. Tehát el lehet képzelni, hogy itt mennyi a konfliktus lehetősége. Én a személyiségbe látom, tehát ha én hagyik, tehát én sem mennék be. Aha. Megmondom őszintén, tehát vannak, akik konfliktus kerülők, szeretnek félrehúzódni. Az este is egy olyan emberrel beszélgettünk, hogy hát az új kollega még nem is ismerte, hát igen, csak nézett, hogy ilyen párbeszéd is van, ilyen oda-vissza beszéd is van. Igen, tehát nagyon sok sebeket hordoznak az emberek, nagyon sok problémát hordoznak, főleg elveszítették a kapcsolataikat, és ez igazából a hajléktalanságnak a nagy probléma, hogy kapcsolatnélküliség. És nagyon sokan így visszahúzódnak. Ez egy túlélési stratégia. Viszont nekünk pont az a feladatunk az utcásoknak, hogy kimegyünk, és akkor elmondjuk azt, hogy mégis mi az, amiben ő lát fantáziát, vagy amiben ő úgy gondolja, hogy tényleg segítségre van szükség, és akkor azt a részt, akár az utcás irodában, akár a nappali melegedőben, centrumban, vagy ha eljutunk oda, mert ez egy több lépcsős fokozat, akkor egészen a szállóig is eljuthat. Egyébként nekünk nagyon fontos az intézmény, sőt az intézmény nélkül nem tudunk dolgozni. Aha. Mert ha kimegyek, mit viszek? Kivihetek egy-két dolgot, de az alapvetően az életét nem fog változtatni. Maga az intézmény lehetőséget tud neki felajánlani, ha elfogadja. Ha elfogadja. Béla említett egy kifejezést, vagy használt egy konfliktus nevezetű kifejezést. Te pedig itt ülsz velem szemben, nagyon bájos, kedves, csendes, halkszavú teremtés. Hogy tudjátok ezeket a nagyon-nagyon nehéz, sokszor gondolom elég direkt és feszes konfliktusokat kezelni? Bocsáss meg, nekem lehet, hogy tévedek, de nem hiszem, hogy így beleállsz ezekbe a dolgokba, és ott megy ez a fizikai kontaktus. Szóval, hogy tudtok ebben egyet a helyt állni ezekben a nehéz pillanatokban? Van erre valami gyakorlat? Igen, vagy? Munkánkat segítik tulajdonképpen kollégák, akik szociális segítők, de ilyen biztonsági őrként, tehát támogatóként állnak mindig mögöttünk. Tehát ők a segítők. Igen. Amikor belépünk, akkor az információs pultnál szondáztatjuk az ellátottainkat, innen is lehet ez a konfliktus tulajdonképpen, mert hogyha magasabb ezreléket fújnak, mint ami megengedett, ugye a szolgáltatás igénybevételéhez, akkor ugye... Tehát nem mehetnek be. Igen, nem mehetnek be, igen. Igen. A konfliktus oka a legtöbb esetben, ezt akár bármelyiktől is kérdezhetem, az alkohol jellemzően? Tehát, igen. Egyfajta olyan állapot, ami nem alkalmas mondjuk a nappaliban, vagy az utcán sem egyébként? Hát az utcán lehet. Aha. Utcán mindenki, már a mindnyájunkra vonatkozó szabályokat kell betartani, ugye, hogy pont ugye ebből van a nagy probléma, hogy most ugye a szigorításban az is bejött, hogy a léte sem elfogadott az utcásnak. Ugye ezen tiltakoztak nagyon sokan, hogy azért ezzel vigyázni kéne, mert gyakorlatilag ezek az embereket nem tekinthetjük semminek, hisz emberek. Mert ezen kívül minden szabásértés már, a pisilés, a kakilás, a cigarettázás, az ivás, tehát hangoskodás, a vereked, tehát minden szabásérthető, de az, hogy valaki a padon ül normálisan, azért azzal vigyázni kell. Tehát igen, konfliktus sok van, nehéz, elfáradunk mi is. Nekem is voltak ebből problémáim az elmúlt években, de hát valahol ezt kölcsönösen segítjük egymást, meg hát mindenki próbálja a lelkét, a szellemét táplálni, ahogy tudja, nem megy másként. Béla, mióta megy az utca? Én? Igen. Hát ez 2001. augusztus 21-én kezdtem, igen. Aha.
Kati, te mióta vagy itt a nappaliban? Vagy egyáltalán a kötelékben? Igen, én 2003. december 15-e óta dolgozom a Kríziskezelő Központban. Meg tudnátok azt fogalmazni, hogy mondjuk ez alatt az idő alatt, amióta itt vagytok, mik a legnagyobb sikerek, amiket úgymond így akár emberi értékek mentén, most nem csak is kizárólag szakmai sikerekre gondolok, de az is nagyon fontos, amit akár emberi, akár szakmai alapon elértetek, tehát hogy mondjuk aminek a legjobban örültök, amire azt mondanám, hogy fú, ez tényleg ez úgy megmelengedte a lelkemet, hát hiszen egy 30 éves születésnap kapcsán azért jó dolgokról is érdemes, és kell, hogy beszéljünk. Béla, Kati, Béla? Kezdem én, hogy a Katinak legyen Kati kis ideje gondolkodni. Beszéltünk a pályázatról, akkor hadd emeljek ki egy embert, aki nagyon kemény utcás volt, BV-s is volt, tehát BV-s az utca között vándorolt. Elég gyakran kimentünk a Sarló utcába hozzá, és a konténerünkbe valahogy becsöppent. Ugye ez egy ilyen nagyon alacsony küszöbő ellátás, az a lényeg, hogy majdnem csak spicesen is be lehet jönni, igazából a téli problémák miatt nyitjuk meg, fagyásveszély miatt, egyéb miatt. Valahogy bekerült, aztán kis szürke munkába is, feketébe, szürkébe, egyre felfejlődött. És végül eljutottunk oda, a pályázatba is bekerült, hogy most komoly milliókkal rendelkezik. A külső férű helyünkön él, a köfém lakótelepen, és én azt hiszem, hogy ez egy óriási dolog, mert én úgy érzem, hogy én szinte nem is vettem ebben részt. Aha. Tehát abban igen, hogy nyomon követtük, persze a pályázaton keresztül a szocmunkás segített neki, meg lakást, de ez egy óriási eredmény szerintem az ilyen. Kicsit gondolkodtam a régiebbiek közül is, mert beszéltünk arról, hogy kapcsolatnélküliség, és sajnos elég sokan vannak a BV-sek, tehát akik azért megjárták a börtönt. Egy olyan ember jut eszembe, aki 20 évet volt bent Vácon, és hogy ott nősült meg, felesége megvárta, a bregyó mellett a kerítésnél sátraztak pár hónapot, úgy szeptember-október táján képbe kerültek, volt akkor is, ha nem is EU-s, de közalapítványos pályázatunk, lakhatási pályázat, albérletet biztosítunk neki, tudtunk neki egy évet. Ott azért kialakultak a kapcsolatok, milyen lehetőségek vannak. Még segítettük talán háromszor is már a világi kinti albéletét fenntartani, és akkor szép lassan ők visszailleszkedtek ebbe a világba, ilyen duplán is, nehezítve is, hogy nem csak hajléktanok voltak, hanem a férfinak egy 20 év után kellett visszailleszkedni. Igaz, hogy nagyon erős dohányos volt, és sajnos ez az egészségébe, életébe is került. Özvegy maradt a hölgy, és most a Hübneren lakik önkormányzati bérlakásban. Ez egy nagyon szép régi történet, elég gyakran gondolok rá, ez ilyen sikerek vannak. De ezek nagyon szép sikerek. Igen, igen. Kati. Akkor csatlakoznék Bélához. Én az elmúlt ugye 19 évben nagyon sok lakhatási programban is részt vettem, és nekem is egy pályázathoz kapcsolódóan van egy hölgy, akinek az útját végigkísérhettem. A hölgy munkahelyet létesített, párkapcsolata lett, és hát közel másfél év támogatás, lakhatási támogatás után pedig önállóan tartotta föl a albérletét, és azóta is ott él. Hát jó ilyeneket hallgatni, és ilyenekről beszélgetni, mert hogy azért nagyon fontos, hogy itt 30 éves jubileumról, születésnapról, 30 évről beszélgetünk, és nem csak arról tudunk beszélni, hogy milyen nehéz, mert nehéz a ti munkátok is, a hajléktalanok élete is, hanem hogy vannak ilyen nagyon-nagyon szép. Annyit hadd mondjuk, példák. Hogy 950 főt regisztráltunk ebbe a 950. 21 és fél évbe. És csak azért, hogy érzékeltessük, hogy hány ember fordult meg az utcán, és az folyamatosan ki, ahogy igénybe veszi, úgy az intézménybe jön be. Hát Béla, illetőleg még mielőtt elköszönnénk, akkor hadd éljek egy meghívási lehetőséggel. A rádióban futó műsorunkban, amikor alkalmas, és amikor Attila, a főnök, a Góri megengedi, hogy... Hát csak is akkor. Akkor én nagy szeretettel meghívnálak a rádiós műsorba is, ahol egyszer, akkor szentelünk direkt az utcának egy műsort. Kati, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, hogy időt tudtatok szakítani erre a beszélgetésre.
És akkor a kollégáknak pedig mondom, hogy egy újabb bejátszóval szeretnénk folytatni, ami megint csak a krízisközpont életéből egy nagyon rövid pillanatot mutat be nekünk, utána pedig beszélgetünk tovább. Családok átmeneti otthona 98-tól működik a Székesfehérváron. 6 család befogadására alkalmas, tehát 6 szobánk van, ahol édesanyát a gyermekével, a gyermekével tudjuk fogadni, és átmeneti idei időt tudjuk elhelyezni, ugye benne van a nevében. Ez gyakorlatilag összesen másfél évet jelent. Ha esetleg úgy alakulna másfél év, hogy pont a tanév, óvodai, iskolai tanév előtt szűnne meg ez a másfél év, akkor van rá lehetőség, hogy addig maradjon az édesanyja, amíg a gyermek óviba vagy iskolába jár, és azt követően kell ugye kiköltözni. Azért itt szigorúak a jogszabályok, ugye a gyermekvédelmi törvény, ami szabályozza, illetve egyéb végrehajtási utasítások az intézményben való tartózkodást, tehát ugye itt a gyermek van az édesanyjával, a gyermek jogán van itt az édesanyjával. Úgyhogy, hát ugye akinek nincs hova mennie, azok tudnak bekerülni. A feltétel nagyrészt az, hogy Székesfehérváron lakosnak kell lenni. Tehát, hogyha valaki itt válik hajléktalanná, nincs hova mennie, és átmeneti ideig kéri a felvételét, akkor ez az alapvető szabály, hogy fehérváriakat tudunk elhelyezni. Tudnak itt főzni, mosni, zuhanyozni, tehát hogy az alapvető szolgáltatásokat biztosítjuk, hát azért, hogy a család egy kicsit összeszedje magát, és az óvodába, iskolába tudjon járni, ha nem járt, akkor ugye itt gyakorlatilag mondanám azt, hogy kötelező, hogy a gyermek egy napi rendet, egy átlagos gyermek szintjéhez képest élje az életét, és ebben maximálisan, tehát a tanulásban és egyéb dolgokban is a családgondozók tudnak segíteni. Van egy gyermek pszichiáter, illetve pszichológus, aki a bentlakók életét segíti szükség szerint. Tehát járnak ide a szakemberek is, amely családdal, gyermekkel, édesanyával szükség szerint kell foglalkozni, akkor ezt a segítséget is próbáljuk megadni számukra. És már folytatjuk is tovább, és azoknak a televízió nézőknek mondom, akik esetleg most csatlakoznának hozzánk, a 30 éves kríziskezelő központ születésnapját ünnepeljük. Itt egy ilyen formában, egy televíziós beszélgetés sorozatban mondhatjuk így, hiszen több vendég érkezik egymás utánban. Van visszatérő vendégünk is, Zsabka Attila, az intézmény vezetője, akivel már az elején beszélgettünk, és aki minden egyes bejátszóban bemutat nekünk egy-egy telephelyet, vagy egy-egy intézmény szerkezetet, vagy láncot, vagy telephelyet. Ugye azt hiszem, talán ez a megfelelő kifejezés. Itt ül velünk viszont Erdély Zsuzsa is, akit nagyon nagy szeretettel köszöntök, és nagyon szépen köszönöm, hogy időt szakítottak erre a beszélgetésre. És már is egy olyan témához érkeztünk, amit szerintem a bejátszóból is érezhettünk, hogy hát egy nagyon kényes és nagyon-nagyon nehéz téma. Úgy, ahogy van, az egész hajléktalan kérdés egy nagy téma, de amikor azt olvassuk, hogy családok átmeneti otthona és zárójelben anya otthon, akkor egy kicsit a szívünk még inkább összeszorul, hogy hát azért igen, szóval van ez is, létezik ez is, hogy egy anyának menekülnie kell, hogy egy anyának, vagy akár egy családnak anya és a gyermekek, igenis helyet kell biztosítani, és az ő életükről ideig, óráig gondoskodni kell. Nagyon sokat megtudtunk a bejátszóból, de Zsuzsa, akkor hadd kérdezzelek, hogy mégis mi történik itt ebben az otthonban? Az otthon életvitelszerű elhelyezést tud biztosítani a családoknak, egyszerre 6 család befogadására vagyunk képesek. Amikor oda beköltöznek hozzánk, nyilván segítünk egy picit megnyugodni, az átélt traumákat feldolgozni, és akkor elkezdődik a közös munka. A közös munka az azt jelenti, ahogy a bejátszóból is lehetett hallani, hogy a gyerekeknek keresünk megfelelő óvodát, iskolát, bölcsödét, tehát megfelelő napközbeni ellátást. Anyukáknak segítünk munkahelyet keresni, hogyha nem volt. Tehát próbáljuk egy picikét egyenes mederbe terelni az ő életüket. Uh-huh. Hogy kerül be valaki gyerekkel, családdal, nem tudom én, többen, kevesebben? Hogy kerül valaki ilyen helyzetbe? Talán provokatívnak tűnik meg, most nyilván nem életdrámákat kell elmondani, de mi történik akkor, amikor valaki egy ilyen helyzetbe kerül? Széteső család, agresszív apuka, ezek vannak a háttérben, amikor egy anya menekül a gyermekkel? Hát mindenre van minden. Példa, sajnos. Ezt akartam mondani, hogy sajnos bármi előfordulhat. Tehát nem kifejezetten menekülni kell otthonról, nyilván vannak bántalmazott családok és bántalmazás következtében segítséget kérő családok is,
Én inkább azt mondanám, hogy manapság elég egy rossz döntés. Tehát olyan sok bizonytalanság van a családok életében, hogy elég egy rossz döntés, és nagyon könnyen bárki ilyen helyzetbe kerülhet, hogy egy hajléktalansággal szembesül, és ahogy a kollégák az előbb elmondták, a hajléktalanságnak minden részét megélni, nálunk pedig ez ugyanez a gyerekekkel együtt történik, ezért kell jobban odafigyelni rá. Az biztos, hogy a családi kapcsolatok megromlása az általában jellemző a beköltöző családjainkra, hogy az édesanyja, vagy az após, vagy az anyós nem tűri tovább, és el kell mennie. Lehet, hogy még az apa, a férj, az élettárs ott marad még a házban, a lakásban, de az anyának mennie kell, mert hogy valamiért olyan, biztos, hogy van, ugye, hogy miért kell menni, de ezt ugye mi sokszor nem látjuk, nem halljuk, legfeljebb a családban gondozók, a zsuzsék, amikor kikérdezik, vagy beszélgetnek a beköltöző családokkal, de szülészetről jönnek, nincs hova mennie. Nincs tehát, hova hogy menni. Azért vannak, hogy egyszerűen nem is ismerjük az előéletét a legtöbb családnak, tehát nem találkoznak ugye, hogy akkor őket ismerik a családgondozók, vagy ugye a hajléktalanláláson belül, de talán lehet, hogy jobb is, tehát amikor ismeretlenül jönnek, nincsenek előítéletek, és akkor ott a családgondozók azért elég kemény munkát végeznek, hogy ott az elejétől beszélgessenek, lássák, hogy ki milyen küzdelmen, krízisen ment keresztül, de azt én mindenképpen mondanám, ezt ugye sokszor beszéltünk erről, hogy nem győzik tudatosítani a családgondozók a beköltöző édesanyákkal, hogy ez átmeneti idő. Tehát, hogy meg lehet nyugodni, de olyan nagyon sok idő nincs arra, hogy itt hátradőlve minden rendben van, mert ez egy átmeneti idő, és nagyon gyorsan eltelik az a minimális idő, vagy az a maximális idő, amíg benn lehet egy család az anya otthonban. Én nagyon örülök, hogy ezt így előhoztad, mert ezzel fordultam volna Zsuzsa felé, hogy egyrészt egy hajléktalan felnőtt ember életére is óriási trauma, hogyha egy ilyen helyzetbe kerül. De a gyerekek egyrészt ezt hogy élik meg, szerintem ez nem is tudom, hogy gyerekként fel lehet-e dolgozni egy ilyen állapotot. A másik pedig, hogy mivel ez egy átmeneti, ahogy itt az előbb hallottuk, egy átmeneti időszak, milyen sikereket lehet itt elérni, milyen eredményeket lehet itt produkálni mondjuk, vagy van-e egyáltalán ilyen szándék amellett, hogy mondjuk biztosítunk egy átmeneti szállást ezeknek a családoknak. Szóval kettő felé bontva, hogy élik meg a gyerekek, és hogy tudtok segíteni a gyermekeknek? Hát ez érdekes dolog, ez nyilván függ a gyerekek életkorától. Minél kisebb egy gyermek, ő igazából ebből annyit érzékel, hogy egy közösségbe kerül, több gyerek van, közösen játszanak, a kisgyerekeknél ez körülbelül kimerül ebben. Nyilván, ahol nagyobbak a gyerekek, az életkori sajátosságaikkal is meg kell küzdeni. Most gondolok egy kamasz gyermekre, akinek egyébként sem könnyű bekerülni, megélni, nehéz időszak, bekerül egy ilyen helyzetbe, ez plusz problémát jelent. Az intézményünk annyiban próbál segíteni, hogy gyermekpszichiáter jár hozzánk. Hozzá lehet fordulni türelemmel, sok beszélgetéssel, ott állunk mellettük. Az átmeneti elhelyezés ugye egy évre szól, amit még fél évvel meg lehet hosszabbítani. Ez rövid idő. Az is nagyon sokszor előfordul, hogy ezt a változást esetleg nem is nálunk élik meg a gyerekek, hogy ez csak később fog kijönni rajtuk, arra különösebb, tehát nekünk arra ráhatásunk nincsen, rálátásunk nincsen. Ugye a kiköltözés után a gyermekjóléti szolgálat munkatársai veszik fel a kapcsolatot a családdal, tehát erről inkább ők tudnának beszélni. Mi arra törekszünk, hogy amíg ott vannak, egy viszonylagos állandóságot próbáljunk biztosítani nekik, ezzel csökkentve a megélési nehézséget. Tehát az utánkövetés nem a ti dolgotok, és nem rátok tartozik. Az az egy, adott esetben másfél év a ti kompetenciátok, amit ott töltenek el. Én azt hiszem, hogy bár mondom még egyszer, nem hiszem, hogy különbségeket lehet tenni bármelyik felület között, vagy bármelyik intézmény között, de ez az egyik legérzékenyebb pontja talán a hajléktalan létformának, ugye? Hát a gyermekek miatt mindenképpen is, ugye azért a Zsuzsi tudna arról többet beszélni, mert a többi családgondozó, hogy azért a beköltöző családok, tehát a gyermekek legtöbb esetben azért vannak traumáik, vannak olyan hozott problémáik, amivel ugye a kollégák ott szembesülnek, hogy nem tudjuk ki honnan jött, mire szocializálódott, de azért nem véletlen azt kell mondani, hogy ők rákényszerülnek, hogy nincs hova menniük, és egy családok átmeneti otthonába kérelmezzék a felvételüket, és azért a gyermekekkel elég sokat kell foglalkozni a családgondozóknak, illetve ugye a szakembernek is. Amit biztosan én hallok esetmegbeszélésem, vagy egy-egy
eset kapcsán, amikor beszélgetünk egy-egy családról, hogy a legtöbb családnak nincs semmiféle, tehát nem volt napirendje, hogy egy szabályozott, következetes életforma, amiben a gyermek, ugye, mert mindig a gyermek jogán van ott az édesanyja, igen, ezt azért igen. Így ki lehet jelenteni, és ugye mindig a gyermeket próbálják a kollégák előnybe részesíteni, hogy ő neki legyen a legfontosabb, hiszen ő nem tudja védeni magát, nem ki van szolgáltatva, nem csak a rendszernek, ma bocsánat, az édesanyának is, hogy mennyire tudja jól helyesen gondozni, és ez a legnagyobb falat, itt ebben a családok otthonában, hogy ebben az egy-másfél évben, amit ott van, hogy erre fókuszáljanak, hiszen egyszer ki kell költözni, és hogy legalább valami muníciókkal, valamit, amit elsajátított az édesanyja, a gyermeknevelés, a vele való foglalkozás, a tanulás, együtt tanulás, a játék, együtt játszás a gyermekkel, hogy ezt azért vigye magával, hiszen vagy egy albéletbe, vagy egy szociális bérlakásba, ha be fog költözni, reméljük, hogy úgy a legtöbb esetben, azért szerint a Zsuzsi erről is nem megfeledkezett, csak nem lehet, hogy nincs annyi idő, hogy nagyon sok családot segítették, hogy albéletbe, vagy valamilyen szociális bérlakást a várostól, nagyon partner a város ebben, hogy aki jogosult, jövedelmi helyzete, együttműködése lehetővé teszi, akkor ajánlottuk, javasoltuk is, nagyon sokan kaptak az elmúlt hosszú évek alatt ilyen lehetőséget. Gyerekekre való tekintettel főleg. Igen, gondolom, de ugye nem? Családot, hogy jövedelmi helyzet, és hát nagyon fontos, így van, ahogy mondtad, hogy azért a családok átmeneti otthon a vezetője, vagy a családgondozói javasolják, mert hogyha nem együttműködő a család, akkor semmi biztosíték nincs arra, hogy fél év múlva nem kerülnek ki mondjuk abból a szociális bérlakásból. Hát az időnk tényleg kevés, ezt jól érzed, és főleg amikor ilyen témákról tudunk beszélgetni, erről valószínűleg tartom, hogy hosszú órákon keresztül lehetne élményeket, kudarcokat, eseményeket elmondani. Én azért ebben a mondjuk úgy születésnapi beszélgetésben, vagy 30 éves jubileumi beszélgetésben mégis azért Zsuzsától is meg kell kérdezzem, hogy mióta tagja az intézménynek, és hogy mondjuk egy szép élménnyel tudjuk zárni ezt a beszélgetést, valamit emeljünk ki ebből az időszakból. Én 2000. januárja óta vagyok az intézménynél. Hát nagyon sok szép élmény van. Azért, ahol gyerekek vannak, ott azért mindig jó élmények is születnek. Főleg a kicsi gyermekek azok naponta okoznak meglepetést és örömet. A sikert nagyon nehéz mérni nálunk, de én azt gondolom, hogy talán a legnagyobb siker az, hogyha nem kerül vissza hozzánk. Tehát kiköltözés után néhány év elteltével nem kell újra a felvételi kérelmét olvasnunk. Sok mindenre gondoltam, de ez nem ütött eszembe, hogy igazából tényleg ez lenne a legnagyobb, és nem is biztos, hogy jó szó ez a siker. Lehet, hogy ezt a talpon maradás, ez inkább, sikert, inkább az, igen, hogy tudtunk valami olyat adni a családoknak, igen, ami segített őt abban, hogy talpon maradjon. Igen. Na, ez tényleg nagyon rövidre sikerült, és csak azért, vagy főleg azért, mert nagyon-nagyon nagy téma, és nagyon-nagyon örülök neki, hogy erről tudtunk beszélgetni. Hát Isten áldja a munkátokat ilyen formában is, nagyon szépen köszönöm. Akkor a kollégáknak pedig akkor mondom, hogy egy újabb bejátszóval folytatjuk, és egy helycserés támadással. Köszönöm szépen. A női átmeneti szálló 18 férőhelyes, gyakorlatilag 2 és 4 ágyas szobákban helyezzük el a hajléktalan nőket. Ugye azok tudnak bekerülni, akik itt Fehérváron nem tudnak hova menni, tehát ugye a nőkről beszélünk. Ez az egyetlen olyan szállás, akik nyidai szálláson kívül, persze ott csak voltámi gondozottakat tudunk fogadni, ahol nőket tudunk fogadni átmeneti ideig. Ugye itt 0-24-es nyitvatartással tudják élni az életüket. Többségük elég rossz egészségi állapotban, nyugdíjas vagy nyugdíjszerű jövedelemből él, vagy éppen eljárnak dolgozni néhányan. Úgyhogy ez egy lehetőség, hogy itt ugyanúgy tudnak persze itt tisztálkodni, a mosásban segítségre nyújtunk, mosópor biztosításával, közösségi helyiségben tudnak netezni, tévézni. Tehát ilyen alapszolgáltatásokat biztosítunk természetesen az intézmény lakói számára.
2004 óta működik ez az intézmény, szerintem igen jó állapotban van. Ugye nagyon régen még ez egy férfi szállás volt, és 2004-ben került átadásra is, ugye az önkormányzat felújította, kialakította a legfontosabb ugye, lakóegységeket, és szerintem elmondhatom, hogy itt a nem csak a kollégák, de a hajléktalanok is vigyáznak rá, és takarítják, vigyáznak az intézményre, hogy ugyanolyan szép maradjon, ahogy majdnem átvette az intézmény. Itt, ha valakinek szükségre van egy tál ételre, akkor igényelhet, ezért fizetni kell 125 forintot naponta, ez egy tál étel. 16-an vannak jelenleg amúgy az intézményben, a 18 férőhelyen. Valaki megoldja az étkezését, vagy vásárol, de jó néhányan kérik ezt a szociális konyha étkezést, és akkor kifizetik a jövedelmükből. Ha nincs hova menniük a hajléktalan nőknek, akkor itt maradnak az intézményben, hiszen erővel, erőszakkal természetesen senkit nem léptetünk ki, ha nem sérti meg a házi rendet. Úgyhogy igaz, hogy átmeneti intézmény, de nagyon sokan rákényszerülnek, hogy sokkal tovább lakjanak itt, mint 3 év. És beszélgetünk tovább, hiszen 30 éves a Krízis-kezelőközpont. Ezt mindig elmondom minden egyes bejátszó után, mert hogy ennek apropóján ülünk itt, és ennek apropóján jönnek-mennek vendégek, és van egy állandó pont szinte ebben a beszélgetésben. Zsapka Attila az otthon és a központ vezetője, illetve újabb vendégünk Berecki Kornélia, akit nagyon nagy szeretettel köszöntök, szervuszia, és köszönöm, hogy itt vagy. Másrészt pedig, hát annak az átmeneti szállónak a munkatársa, vezetője, jól mondom, Attila, majd javítasz, vagy kijavítasz. Ott dolgozott nagyon sokáig a Nellia. Igen. Amit az előbb láthattunk, és hát érdeklődve figyeltétek mind a ketten ezt a kis bejátszót. Én tudom, hogy nem lehet, nem szabad, és nem is kell különbséget tenni hajléktalan tekintetben egy női és egy férfi ember között hajléktalanként. Mégis azt kell mondjuk, hajlamosak vagyunk, és valamilyen szempontokat figyelembe véve, vagy szempontrendszert vizsgálva, azért egy kicsit különbséget kell tenni egy hajléktalan nő életét vizsgálva. Nekik jól érzem, hogy még nehezebb, még bonyolultabb, még összetettebb. Mert azt mondják, hát a férfiak azok kibírják, azok erősek, azok kemények, azok egyáltalán. Na de hát egy nő ugye a törékenységével, talán vagy ez csak egy rossz sztereotípia, amit én mondok? Nem, sajnos egyértelműen kiszolgáltatottabbak, tehát hogy általában igen. A nők, de az, hogyha valaki utcán lesz hajléktalan, vagy ott kell átvészelni a nőként a hajléktalanságát, ugye azt tapasztalják a kollégák, hogy a legtöbb nő az utcán, aki még mindig ott van az utcán, általában vagy csapódik, és sokszor kényszerből, jobb esetben valódi hát párkapcsolatban kerül valakivel kapcsolatba, férfival, de azért ez egy kiszolgáltatottság is. Ugye nagyon sokszor hallunk olyanokról, hogy azért az a párja, hát nem bánik szépen azzal a hölgyel, de még mindig lehet, hogy jobb neki, hogy van valaki, és nem pedig kiszolgáltató, még kiszolgáltatottabb helyzetbe kerül, mondjuk az utcán egy sátras területen. Úgyhogy ez az intézmény, hogy ez létre tudott jönni, mert előtte nem volt átmeneti intézmény Székesfehérváron a nők számára, és ugye így adódott a lehetőség, amikor ez egy férfi átmeneti szálló volt, ez a régi Mávoboda, ez a Széchenyi 60-ba, hogy ez dilemmát okozott nekünk, beszélgettünk nekem is, hogy most akkor női szálló legyen, vagy női menhely, mi az előnye, hátránya, és úgy lett női átmeneti szálló, hogy legalább akkor 0-24-ben működik, és itt folyamatosan itt lehetnek azok a hajléktalan nők, akik gyakorlatilag az utcára költöztek be. Az előző bejátszó, illetve beszélgetés a családok átmeneti otthonáról szólt, ahol arról beszélgettünk, hogy édesanyák érkeznek jellemzően. Itt most ebben a beszélgetésben a női átmeneti szállásról beszélgetünk. Akkor ebben az intézményben, amiről szó van, Kornélia, akkor ide jellemzően gyermekek nélküli nők érkeznek, ugye? Jól értem? Hát ide csak nők jöhetnek, csak nők, egyedül. Igen. Illetve így indult ugye 2004-ben, 14 fős női szállóként. Ez azt jelenti, hogy székesfehérvári krízishelyzetbe került nőket fogadtunk akkor, és alapvetően akkor az utcás nőket szerettük volna elhelyezni, illetve hát így is volt. Most már ez egy kicsit változott, pont egyeztettük a Bélával, hogy most már kevesebb nő van, és most már nem annyira az utcáról, hanem inkább kórházból. Van egy részük, akik állami gondozásból kerülnek ki, és aztán
az albérletek, önkormányzati bérlemények, hogyha befejeződnek, megszűnnek, akkor nem tudnak ilyen, hova menni. Gyerek nem jöhet, de azt hiszem 2012 óta van páros szoba. Akkor voltak ilyen uniós pályázatok, és akkor párok is be tudtak költözni, de most megint csak nők vannak. De akkor még 14 férőhelyes volt a női átmeneti szálló, amikor egy támapos program kapcsán ugye kialakítottunk ott két páros szobát, így lett 18 férőhely, és azért annak is megvolt a nehézsége, hogy amikor beköltöztek az első párok a női szállóra, Nelly erről tudna mesélni? Biztos, hogy rengeteg élményetek van, biztos, hogy rengeteg dolog történik. Mégis most egy dolog motoszkál a fejemben. A férfiak esetében, ugye, mi is nagyon sokat beszélgettünk a rádiósorozatunkban arról, hogy nagyon nehéz egyfajta kapcsolatot fölvenni, egy kommunikációs fonalat fölvenni, mert zárkózottak a férfi hajléktalanok, meg a hajléktalanok általában egy bizalmi kapocs szükséges, hogy kialakuljon. Hogy látjátok? Hogy látod a nőknél másképp működik ez? Könnyebben megnyílnak a női átmeneti szálláson az ott élők, vagy velük is úgy pontosan ugyanolyan nehéz kapcsolatot teremteni, mint a férfiakkal? Hát igen, ez egy összetett kérdés. Azt gondolom, hogy a nőkkel nehezebb. Nehezebb? Megnyílnak a nők, viszont azt szoktuk beszélni, hogy nem olyan könnyű a női szálon a szociális munka. Ha már megnyílnak, akkor utána talán könnyebb, de ezt a bizalmat azért nem könnyű ott sem elnyerni. Uh-huh. Szerintem sokat foglalkoznak egymással is, és sokkal több a konfliktus, ahogy én ezt néha érzékelem a nők között. Tehát meg azért ők kemény nők, tehát ők azért megéltek sok mindent, és nem gondolnám, hogy könnyebb velük. Kemény nők. Hát igen, mondjuk az utca keményé teszi az embert, én ebben biztos vagyok, még úgy is, hogy nyilván erre nincsen túl nagy szakmai rálátásom. Érdekes, mert én azt hittem, hogy a férfiaknál ez egy nehezebb dolog, de akkor itt is elhangzott a bizalmi kifejezés, tehát a bizalmi kérdés, az a bizalom elnyerése az a kulcs, ugye? Azt hiszem, hogy mindig minden esetben, itt is, igen, hölgyeknél is. Az nagyon fontos, csak ugye kicsit megnehezíti a rendszer ennek a bizalomnak a fölépítését, ha nem baj, hogy erről is beszélek egy kicsit, hogy ugye ott egyedül dolgozik a szociális munkatárs, aki ott nincs mondjuk biztonsági őr, és egy az egyben ellátunk ugye sok feladatot, tehát ha kell, akkor az ittasság miatt nekünk kell konfrontálódni. Mert hogy illúzió ne legyen, itt is van alkohol probléma, előfordul, ugye? Igen. És utána a másnap nekünk kell leülni egy segítő beszélgetésre. Uh-huh. Na most azért szerintem a kollégák elég jók abban, hogy ezt megtanultuk, hogy hogyan kell áthidalni, de azért ez nem könnyű feladat is. És ez egy óriási. Hát hogy ne, tehát, hogy ne lehetne erről beszélni, mert hogy sajnos valóban ilyen a helyzet, hogy már kezdett fogva, hogy és ezért nehezebb valóban egy ilyen női szálláson dolgozni, vagy akár olyan telephelyen, hát a családok látmai otthona, vagy a kitindai szállásunk sem külön, de valószínű, hogyha én összehasonlítanám vezetőként, nem megsértve a többi telephelyen dolgozó kollégákat, hogy a női szállón valószínű, hogy még nehezebb valamiért, hogy ott csak nők vannak, és tegyük hozzá, hogy vannak sajnos többen, akik mindenféle mentális sérülésekkel, problémákkal küzdenek, és ez még jobban megnehezíti a velük való következetes, tervezhető, hogy azért a jövőt is tervezzék, hogy valami történjen, ne csak a bentlakásról, vagy a elnézést a csúnya, hogy a tárolásról szóljon, hogy nincs hova mennie, hiszen átmeneti intézményként innen is ki kell majd egyszer lépni, de az biztos, hogy sokszor, majdnem azt mondom, hogy könyörögtek a kolléganők régen is, hogy mindenképpen jöjjön már egy férfi, mert azért nem árt, hogyha egy férfi szociális munkás ott tud dolgozni. Lehet, hogy egy kicsit több tekintélye van már, erre volt azért pozitív példa, amikor egy kollégát, egy férfi tudott ott dolgozni néhány évig, de valamiért ezt nem tudtuk fönntartani, úgyhogy én mindenképpen is nem eltúlozva a hősnek tartom azokat a kolléganőket, akik ott dolgoznak a női szálláson, akik most is ott dolgoznak a női szálláson mindenképpen, mert rendkívül nehéz ott napi szinten megfelelni, és ahogyan Elli mondta, hogy szociális munkás, és néha még őrnek is kell lenni, és ez nagyon nehéz. Összeegyeztetni a valódi szociális munkával. Nelly, abból az időszakból, amit itt töltesz az intézményben, vagy amióta vagy, mindegyik vendégünktől megkérdeztem eddig, hogy
hogy mi az, amit úgy igazán ki tudnál emelni, ami mondjuk egy szép élmény, egy nagyobb siker, vagy egy olyan szakmai siker, amit úgy szívesen elmondanál. Nekem volt egy pár, akik bent laktak a páros szobában. Mm-hmm. Utána az egyik uniós pályázatba támogattuk őket, munkájuk lett, és a végén önkormányzati bérlakásba tudtak költözni, és mai napig tartjuk a kapcsolatot, és ez nagyon, nagyon jó érzés, és elég nagy sikerélmény. Ez elég nagy sikerélmény, jó ilyeneket hallani. Mondjuk el a televízió nézőknek, hogy sokunknak természetes, hogy van egy otthonunk, van valóvá hazamenni, és talán sokan nem is értik, hogy mi azt könyveljük el most sikernek, hogy valaki egy önkormányzati bérlakásba kerülhet. Vannak emberek, akiknek az életében ez egy óriási siker. Na, erről beszélgetünk most, és jön az utolsó bejátszás, és az utolsó vendég ide a beszélgető sorozatunkban. Régen lakás otthon volt, 96-tól, remélem jól emlékszem, került át a városhoz ez az épület, illetve az intézmény, és lett belőle átmeneti szállás. Ugye korábban ennek az épületnek, intézménynek az alapítója azt kérte, hogy lehetőleg voltálmi gondozottak lakjanak, tehát ebben az épületben, és így a város is az alapítókiratban, szakmai programunk is meghatározta, hogy elsősorban, amennyiben lehet, akkor voltálmi rondozásban részesült fiatalokat, fiúkat, lányokat fogadhatunk, és akkor hát ez így működik ugye 96-tól. Ez egy szerintem a hajléktalan ellátáshoz képest nagyon jó emelt szintű ellátást biztosít. Ez egy nagy családi ház, ahol 4 lakás van, mindegyik lakásban 2 ágyos szobák vannak. Az emeleten van egy kis nappali a földszinten, konyha, WC, fürdő. Itt szerintem jól el vannak, ezt nyugodtan mondhatom, a fiatalok, akik be tudnak kerülni, viszont nagyobb is az elvárás, hiszen jövedelemmel kell rendelkezni, hogyha valaki kéri a felvételét. Elsősorban ez munkajövedelmet jelent, hiszen fontos, hogy itt a fiatalok dolgozzanak, takarékoskodjanak. Ez is egy feltétel, ha nem is tudjuk kötelezővé tenni, mert nagyon nehéz itt takarékoskodni, de vannak, akik önállóan szépen félreteszik a pénzüket, hiszen innen is egyszer ki kell költözni, és pont ezt súlykoljuk a fiatalokba, hogy azért tervezik a jövőjüket, ez nagyon nehéz, mert egyszer majd önálló életvitelt kell kezdeni, folytatni, megkísérelni. Vannak visszatérő lakóink, akik ezt megpróbálják, de hát vannak kudarcok is, és hát akkor persze, hogy az intézmény segítséget nyújt, visszafogadja. Úgyhogy ez egy ilyen intézmény típus, és most 15-en vannak a 16 férőhelyes átmeneti intézményben. Az intézményhez tartozik még 3 kiléptető lakás, ami igazából azt a célt szolgálja, hogyha az átmeneti szállásokon, és ugye ez kifejezetten azt a célt szolgálja, aki az átmeneti szálláson már régóta van benn, vagy olyan lehetősége van, hogy szeretne kilépni, önálló életvitelt folytatni. Az albélet valószínűleg még nagyon drága, néha ugye az embereink számára megfizethetetlen, akkor van az intézmény tulajdonában működtetésében 3 kiléptető lakásnak hívjuk. Az egyik a Garzonházban, Köfém lakótelepen, egy 4 emeletes házban, illetve a Széchenyi utcában, egy 10 emeletes házban. Most jelenleg is 10 ember lakik ebben a 3 kiléptető lakásban. Bérleti szerződést kötünk az emberekkel, bérleti díjat fizetnek, ami hát nagyrészt a rezsit takarja, hogy ugye a fenntartáshoz hozzájárulnak. És a célja ezeknek a lakásoknak az lenne, hogy albérletben éljenek, kevésbé jár ki, tehát nagyon ritkán, de rendszeresen kijár ugye a szociális munkás, mint utógondozó, hogy figyelje, beszélgessen, hogy élik, mi a probléma, néha a közös képviselővel is beszélgetni kell, hiszen ez egy ilyen kiléptető lakás, tehát nem egy intézmény gyakorlatilag, mint a többi telephely, és hogyha működik a dolog, akkor természetesen folyamatosan meghosszabbítjuk az embereknek a bérleti szerződését. A cél az, hogy itt felkészüljön még innen az az ember, aki kilépett ebbe a kiléptető lakásba, hogy felkészüljön egy valóban egy önálló életvitelre, ahol már többet kell fizetni, ahol már nincsen az a fajta segítség, amit még az intézmény a szociális munkások révén biztosítani tud, tehát hogy az ügyes vagy dolgait meg tudja beszélni, ha valamiben segítséget kér, akkor be tud jönni az intézménybe. Úgyhogy ez egy ilyen utolsó kapocs, utolsó szál, ahol hát ha az ember valaki ezt jól felhasználja, vagy jól kihasználja jó értelemben ezt a kiléptető lakás adta lehetőséget, akkor valóban fel tud készülni takarékoskodással az önálló életvitelre.
Attila, nagyon sok mindent megtudtunk az utolsó beszélgetésünk előtt, az utolsó megszállásunk előtt, amikor is egy újabb vendéget köszöntök ebben a beszélgetésben, Vince Máriát nagyon nagy szeretettel köszöntöm, és köszönöm szépen, hogy tudunk beszélgetni. Köszönöm a meghívást. Na, oldjuk egy kicsit a feszültséget, nagyon izgulsz, úgyhogy nincsen erre semmi ok. Ráadásul, hogy olyan területről fogunk beszélgetni, ami a te tereped. És ez egy megint csak újabb és kényes téma, az állami gondozottak kérdése. Itt az előbb kiderült, hogy alapvetően egy olyan lehetőséget próbál biztosítani a krízisközpont, illetőleg a fenntartó, ahol állami gondozottaknak egyfajta, hát nem tudom, hogy ez egy jó szó, egy ugródeszka, egy lehetőség arra, hogy akár önálló életüket el tudják kezdeni. Mi történik itt ebben az úgynevezett, hát ez is egy ilyen átmeneti szálló, ugye, az állami gondozottaknak. Szóval egészen pontosan mi történik itt? Ki jön az állami gondozásból egy fiatal férfi, fiatal nő, és itt egy lehetőséget kap arra, hogy önálló életet tudjon kezdeni? Ugye itt elsősorban a szállószolgáltatásait volt állami gondozott felnőtt fiatalok vehetik igénybe. Van, hogy közvetlen az állami gondozás megszűnését követően, de arra is van precedens, hogy 3-4 év elteltével megpróbálnak önállóan érvényesülni, albérletbe költöznek, lakhatásba, igénybe veszik az életkezdését, amit a nagykorú válással kapnak meg. Azt albérletre költik, ha nyilván nem tudnak megfelelően gazdálkodni, illetve nem tudnak rendszeres jövedelmet biztosítani saját maguk számára, akkor kérik a felvételüket a szállóra. Tehát az utóbbi időben az a tapasztalat, hogy egy-két kivételével szinte mindenki megpróbál, ugye ez gondolom, hogy elsősorban a munkaerőpiacnak is tudható, hogy van munka lehetőség, dolgoznak, aki arra önállóan alkalmas, képes, párkapcsolatot létesítve, illetve barátok összeállnak, és megpróbálnak önállóan lakást bérelni, vagy albérletet. Van valami egyéb feltétel? Hiszen itt most arról beszélünk, hogy állami gondozót kikerül, vagy később kerül oda, de milyen feltételek mentén kerülhet valaki ide? Itt elsősorban munkához kötjük a beköltözés egyik feltétele, ugye a jövedelem. Nem mindig jön ez, vagy nem mindig alakul így, hiszen nem mindenkinek sikerül munkahelyet létesíteni közvetlen az állami gondozás megszüntetése után. Uh-huh. Szoktunk türelmi időt adni, illetve segíteni, hogy mielőbb munkába álljon. Én szerintem ez elég jól működik, 1-2-3 hét után szinte mindenkinek. Tehát azt elmondhatom, hogy mindenki dolgozik. Aha. Így van, tehát a Marika elmondta, azt hozzá kell tenni, hogy ez egy, mondanám, nincs ilyen az ellátáson belül hivatalosan jogilag, hogy emelt szintű ellátást biztosít, de ezt egy nagy családi háznak, ugye felvételen is nagy családi házként kell elképzelni. 4 lakás, minden lakásban ugye lent nappali, fürdő, WC, fönt ugye a 2 ágyos szobák. Ezt azért mondom, mert ide azért, aki tudja, hogy van ilyen szállás, és szeretne beköltözni, akkor az törekszik is arra, hogy a feltételeket hát betartsa. Tehát a feltétel, amit ugye kérdeztél, hogy legyen munkahelye, vagy legalábbis valami jelzés, hogy ő már elment több helyre, és van ígérvény esetleg, de ahogy mondta Marika, adunk, hogyha látjuk, hogy együttműködő, és időnként a pszichológussal is el kell, hogy beszélgessen az a fiatal, akit föl akarunk venni, hogy ő azért mennyire motivált, vagy mennyire csak mindenképpen be akar kerülni valamiért, de semmi motivációja nincs, hogy ő ott megtegyen mindent, a munkakeresést, vagy az elhelyezkedést. Úgyhogy egy kicsit segíti ugye néha a szakember is a munkánkat, de amit akartam, hogy feltétel, hogyha dolgozik valaki, több-kevesebb sikere tudják ezt a kollégák ugye hát segíteni, hogy takarékoskodni kell. Tehát akinek van jövedelme, a fiatalok azért elég jól keresnek ott, amikor ugye elhelyezkednek, de sajnos a pénzszórás az néha jellemző rájuk. De a takarékoskodás az feltétel itt az intézményben. Azt nem tudom, hogy jól értem-e, vagy jól érzem-e, hogy talán az említettet, hogy eddig beszélgettünk az utcáról, beszélgettünk itt a nappali melegedőről, szóba került a családok átmeneti otthona, a női szállás, de talán, és aztán most beszélünk erről a legutóbbi helyszínről, hogy talán itt a leg
kevesebbnek tűnő a konfliktus helyzet. Mert miről beszélgetünk? Állami gondozásból kikerült olyan fiatal nőről, férfiról, akinek azért van munkahelye, és ahogy a bejátszóban is láthattuk, egy nagyon szépen felszerelt családi házban élheti az életét. Itt talán a feszültségi faktor egy picit, mintha kisebb lenne. Tévedek, vagy rosszul gondolom? Valóban úgy gondolom, hogy alacsonyabb. Én 8 éve vagyok az ifjúsági szálon, előtte 10 évig a női szálon dolgoztam. Azért hozzá kell tenni, hogy itt 4 főre 80 négyzetméter jut. Tehát, hogy lényegesen komfortosabb a többi szállóhoz képest. Tehát az élettér is nagyobb. Az élettér nagyobb, amellett meg mindenki dolgozik. Tehát elfáradnak, lefáradnak. Elég nagy a tér, udvarunk van, ahol pingpongozni, focizni lehet. Tehát aki szeretné, az el tudja tölteni veszekedés nélkül is az időt. Persze vannak, de nem olyan mértékű, amit ne tudnánk ott helyben kezelni. Uh-huh. Ezért vannak időnként, voltak problémák, amivel szakemberhez kellett, alkohol. Ami van mai napig is, tehát előfordul, de abszolút kezelhető. Igen, azt hozzá kell még tennem, hogy nem szondáztatunk. Egyfajta bizalom alapján működik. De jó. Nyilván ránézésre azt mondja, ittam egy sört, kettővel azért be szoktuk engedni, aha, ha ennél több alkoholt fogyasztott, akkor kiküldjük. És akkor sétál, lejjebb megy, de nem az a cél, hogy teljesen megvonjuk, vagy tiltsuk, mert annak nem látjuk értelmét, hiszen fiatalokról beszélünk. Na hát ez a hosszú beszélgetés, ez a sok-sok bejátszó, ez a rengeteg téma, amit szóba hoztunk, a végére ért, úgyhogy hát Marika, hadd kérdezzelek meg, hogy neked van-e ilyen kiemelkedő nagy élményed, amit én ilyen sikerként apostrofáltam, de ez tényleg lehet, hogy butácska szó lett ezekre az eseményekre, élményekre, de mégis akkor talán így teszem fel. Én rövid távon nem tudom a sikert mérni, én évekbe szoktam. Mindig azt nézem, hogy 2-3 év után még az, aki kiköltözött, akár albérletbe, akár lakhatási támogatás ugye pályázaton belül, illetve önkormányzati béllakásban, hogy kint van-e még, vagy 3-4, akár 5 év után visszakerül a rendszerbe. Van, tehát van. Minden évben költöznek ki, és kint vannak. A másik, amit megemlítenék, ugye amikor beköltöznek, nagyon sok ellátottnak személyi hitele van, vagy különböző hitelek. Ez azért nagyban megnehezíti az önálló életvitelüket. 2 olyan eset volt, ahol több milliós hitelt sikerült úgymond elengedtetni. Aha. Tehát, hogy mellé álltunk, ügyvédet kerestünk, hát, és a végére jártunk. Tehát itt ilyen 7,5 milliós lakáshitel, deviza, lakásvásárlásból adódó. És mondta, hogy ő már nem, tehát az illető, hogy ő már nem bízik ügyvédekből, már nagyon sok helyen volt, és nem tud senki segíteni, és egy fehérvári ügyvéd urat kerestünk meg, és 2 évig tartott a per, de nekem ez nagyon nagy siker. A fiatalember azóta is kint van, dolgozik, és albérletben. Na hát ez igen, ez egy szép csattanó ennek a beszélgetésnek a végére, mert ez egy komoly siker, hát ma egy ilyen esemény az tényleg siker. Na hát siker, hogy össze tudtuk hozni ezt a beszélgetést, ez sem kis siker. Úgyhogy én nagyon-nagyon szépen köszönöm, Attila, hogy így a lelkes csapattal megérkeztetek, hogy tudtunk beszélgetni. Marikának külön köszönöm akkor, hogy végig várta ezt a hosszú időt, és akkor megismerhettük egymást ilyen formában is. Mi mást mondhatnék ennek a beszélgetésnek a végén, hogy Isten nagyon rengeteg erőt nektek ehhez a munkához, mert ez egy tényleg emberfeletti ilyen misszió, ahogy a rádióban is szoktuk beszélgetni, hogy több ez, mint munka, hivatás, misszió, egyfajta olyan feladat, amit a Teremtő rátok rakott, és hát remélem ad hozzá megfelelő erőt is. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy tudtunk beszélgetni, és akkor ahogy kezdtük, Isten éltesse a 30 éves kríziskezelő központot. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen a lehetőséget. A kedves televízió nézőknek pedig nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak velünk, hogy végignézték, és talán még inkább megértettük mindannyian, hogy mennyire fontos, hogy vannak azok az emberek, akik az elesettek, és vannak azok, akik pedig az elesettekkel foglalkoznak. Viszontlátásra.